Hát ugye alapvetően mi kosárlabdázó család vagyunk, úgyhogy abszolút az volt a szándék, hogy belőle is kosaras neveljünk. Az érdem mindenféleképpen az édesanyjáé, aki időt, fáradtságot, energiát nem kímélve naponta vitte le. Én tulajdonképpen nem szeretem a vizet. Én felnőtt korban tanultam meg úszni, tehát nekem a gyerekeknek ezért kellett megtanulni úszni. Soha nem az volt a cél, hogy egy olimpikon neveljünk belőle, hanem azt csináljon, amit szeret. Van egy gyönyörű történet, ő nem családi legenda, tényleg megtörtént. 11 néhány éves korában már kételyek merültek föl benne, hogy ő tényleg úszó szeretne lenni, és egy olyan hetes vívódás után talán, ha jól emlékszem, egyszer azt mondta, hogy már pedig ő abba akarja hagyni az úszást. Mondtuk neki, hogy Ádám, ahogy gondolod, Egressy János volt akkor az edzője, Jani, menj oda a Jani bácsihoz, és mondd meg neki, hogy te nem akarsz többet úszni. Jó van, Ádám, semmi gond, mennyi öltözzél. És gyakorlatilag ennyi volt. Innentől kezdve mire egyenesen haladt tovább az úszó karrierjén. Szerintem a szülőmnek másból sem áll az élete, csak folyamatosan szorít a gyerekért, hogy sikerüljön és boldog legyen. Ugye olyan típus, aki jellemzően önmagában oldja meg a problémáit, legalábbis ilyen volt. Találkozott 5-6-7, nem is tudom már hány évvel ezelőtt élete párjával, Bogival, és hát azt látjuk, hogy ők egymással mindent megosztanak. Bogival együtt ez az utolsó olimpiájuk. Azt kívántam nekik, hogy elégedetten és boldogan jöjjenek haza. Most lesz első alkalommal, hogy ez megtörténik, hogy ilyen nagy versenyen ott vagyunk, és élőben szurkolunk neki. Úgyhogy remélem, ez csak pozitívan foghatni rá.